és mellett is van mellettem Kollát Kornél, meteorológus. Szia, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm. És hát nem másról fogunk beszélni, mint a meteorológiai veszélyjelzésekről. Még mielőtt belevágnánk, hiszen miközben ment a videóklip, itt említetted nekem, hogy most közeledik hozzánk egy ciklon, de még ezt leszámítva egyébként, mit lehet úgy általánosságban tudni az ilyen veszélyjelzésekről? Hát talán ott kezdeném, hogy igazándiból mindenki számára mást jelent ez, hogy mi számára veszélyes. Tehát nagyon felhasználó függő, nagyon függ a körülményektől, hogy adott esetben mi az, ami kockázatot jelent. Viszont hát a széles társadalomnak valamiféle széles rétegeit, ha nézzük, azért ennek van olyan közös metszete, ami alapján érdemes valamiféle fokozatokba sorolni az időjárás kockázatait, és hát ezt ilyen színkódokkal látjuk el, ugye zöld, sárga, narancs, piros. Azért csináljuk mindezt, hogy ugye fokozatokba elnézést, időjárási tehát a fokozatokba csoportosítjuk őket, igen, gyakorlatilag. Tehát azért szeretnénk ugye így beskatujázni az időjárást, mert utána sokkal könnyebb ezt sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudjuk átadni az információt. Mert egyébként hát megtehetnénk azt is, hogyha mindenki időjárás fan lenne, igen, akkor követné ugye a reggeltől estig a különböző portálokat és az időjárás előrejelzéseket, és gyakorlatilag mindig tisztában lenne vele, hogy őt az ő életére éppen az adott helyen mi az, ami kockázatot jelent, mi az, ami az életét valahogy befolyásolja, a napi rendjét esetleg át kell szabni valamilyen komolyabb időjárás miatt. Na most, ha persze nem az a realitás, az emberek csak időnként néznek időjárás jelentést, és szeretnék azt, hogy amikor tényleg valamilyen komolyabb hatásokkal érkezik valamilyen időjárás, akkor valamilyen időelőnnyel ő ezt a információt hatékonyan megkapja. Médián keresztül, tévén keresztül, okostelefonon keresztül, bármilyen információs csatornán. És akkor most beszéljünk arról, hogy a mostani napokban fog ide elérni hozzánk, milyen időjárásnak nézünk majd elébe. Hát ez a ciklon tovább erősödik, körülbelül Erdély térségében fog a centruma elmozdulni, ami most még délebre van. Ennek köszönhetően a Dunántúlon még erősebb lesz a szél, most is már viharos, de holnap 100 km per órát is elérő széllökések lehetnek az északkeleti ország részben is, és mindenhez, mivel egy ciklonról van szó, hát a felhő és csapadék képződés is folyamatosan zajlik, úgyhogy nagy mennyiségű csapadék is várható, ami hát főleg patakok, folyók vízszintjét emelheti meg, és emiatt fontos mondjuk a hidrológus szakembereknek az, hogy a következő napokban pontosan hány millimétert várunk az egyes régiókban, vízgyűjtőkben. Mit tudunk tanácsolni az embereknek? Hát ez is nagyon egyénfüggő, ugye? A leginkább hasznos tanács a meteorológusok oldaláról, hogy minden olyan információhoz jussanak hozzá, ami ilyenkor őket valahogy befolyásolná, tehát tájékozódjanak az időjárásról. Most ezt ugye nagy általánosságban úgy lehet elképzelni, hogyha adott esetben én szervezek egy programot jövő hét szerdára, akkor ugye már megnézegetem, hogy nagyjából milyen időjárást várunk, de hát ahogy közeledünk az eseményhez, úgy egyre több, egyre több információ áll rendelkezésre. Első közelítésben még a veszélyjelzés ugye csak a mai és a holnapi napról szól. Igen. Csak itt határozunk meg fokozatokat. Tehát amikor már a megelőző nap van, tehát jövő hét kedd, akkor megnézem a veszélyezési térképet, zöld, sárga, narancs, piros, és ezek a fokozatok leginkább arra jók, hogy azt a fajta tudatosságot, hogy én folyamatosan kövessem az időjárás előrejelzést, a riasztásokat, hogy éppen, hogyha mondjuk kimegyek sátrazni, vagy bármilyen rendezvényszervező vagyok, és több ezer ember akár élete is függ attól, igen, hogy egy komolyabb vihar elér minket, ehhez az információhoz hozzájussak. Tehát, hogyha sárga, narancs, ne adj Isten, piros, sárgánál lehet mondani azt, hogy javasolt, hogy sűrűen tájékozódjak, a narancsnál mindenképp, a pirosnál meg feltétlenül kövessem azt az információt, ami esetleg nekem kockázatot jelent. Na, gyakorlatilag belekényszeríteni az embert, hogy nem versenyben, csak tanácsokkal lehet ellen. Így van, mi azt szeretnénk, hogy ahhoz az információhoz hozzájusson, ami alapján ő
valamilyen kockázatot el szeretne azért kerülni. Persze kisebb-nagyobb kockázatok így is úgy is vannak az életben, de ez a küszöbb szint lehet, hogy mindenkinél kicsit máshol van, de legyen meg nála az az információ, amiből ő dönthet. Azért előfordult már az is egyébként, hogy nem volt meg ez az információ sem, ugye csak belegondolok az ominózus augusztus 20-ai tűzi játékra, aminek elég rossz vége lett. Tehát hogy gyakorlatilag vannak dolgok, amiket ti gyakorlatilag ti sem tudhattok előre. Igen, hát nyáron, amikor hideg frontokat várunk, az is hasonló, mint a mostani ciklon, hogy már több napra előre már be lehet határolni, hogy megérkezik egy ilyen nagyobb méretű időjárási objektum, megérkezik egy front. Az a 2006-os augusztus 20-ai esemény tipikusan olyan volt, nyári zivataros helyzetről van szó, hogy aznap ugye felhő még nem volt az égen, viszont a megelőző napokban már lehetett tudni még azt is, hogy a tűzijáték ideje körül este fog megérkezni a hidegfront. Na most azt pontosan belülni, hogy a hidegfronton pontosan hol lesznek azok a zivatarok, amik orkánerő széllel járnak, azt így igen nem választ adni, hogy a tűzijáték idején aznap reggel mondjuk a meteorológus nem írhatta oda, hogy Budapest belvárosában orkánerő széllel jönni fog a vihar. Azt mondhatta, mint amit minden ilyen nyári zivataros helyzetnél mondunk, hogy a frontot záporok, zivatarok is kísérik, és a zivatar esetén jóval erősebb szél is lehet, mint a fronthoz általában. Egyébként akkor 2006. augusztus 20-án Budapest egyes részein még a viharos fokozatot sem érte el a szél. Annyira szerencsétlenül fejlődött ezen a fronton ezek a zivatargócok, hogy pont Budapest belvárosát érte el a legkritikusabb szakasza ennek a zivatarnak. Egyébként tehát az előrejelzéseknek ez a része, ez teljesen rendben volt. Ilyenkor megint csak, hogyha hasonló helyzet van, ugye valaki egy rendezvényt szervez, hogyha már követte volna ezt a eljárást, hogy ő folyamatosan tájékozódik azért, mert a veszélyezés valamilyen magasabb fokozaton van, akkor lehet, hogy már esetleg az esti órákban, és hát a riasztások ezt meg is erősítették aznap este, akkor már minden esetre rendelkezett volna azzal az információval, amivel felméri a kockázatokat, hogy most pontosan mit kell csinálni a rendezvényszervezőnek, az már nagyon-nagyon helyzetfüggő, tehát ebben nem is érdemes most belemennünk, hiszen én nem vagyok ebben szakavatott. Igen, hát csak bízhatunk benne egyébként, hogy hasonló nem fog előfordulni, hiszen a természeti elemeknek sajnos még nem vagyunk. Legalábbis minimalizálni tudjuk az ilyen kockázatokat azzal, hogy az információt valamilyen gyors és hatékony módon a nagy közönség, illetve a katasztrófavédelem és egyéb hivatalos szerveknek rendelkezésére bocsánjuk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az általános közemberek hol tudnak a legjobban és a legpontosabban az előrejelzésekről tájékozódni? Hát ugye nagyon sokféle tájékozódási lehetőség van, nem csak a hivatalos meteorológiai portálok vannak sokféle, de hogyha veszélyezésről beszélünk, akkor van egy ilyen kritikus pont, hogy amikor ugye katasztrófa helyzetek vannak, akkor szerencsétlen az, hogyha egy felhasználóhoz többféle forrásból egymásnak ellentmondó információk bejönnek, és esetleg nem tudja eldönteni, ez nem baj, hogyha más kereskedelmi szolgáltatók is ugye időjárás előrejelzést adnak, még akár fel is hívhatják a figyelmet bizonyos veszélyesebb időjárási jelenségekre külön, de egyértelművé kell tenni a felhasználónak, hogy melyik az a hivatalos, amihez igazodhat, amit tud, hogy igen, az a Országos Meteorológiai Szolgálatnak a hivatalos veszélyezése, mert ugye gyorsan kell neki is adott esetben dönteni, egy vihar pillanatok alatt kialakul, annak lehet, hogy már csak 20 perc, vagy 30 perc, vagy akár 10 perc áll arra rendelkezési idő, hogy valamit reagáljon erre a dologra. Tehát, hogyha ellentmondásokkal megtűzdelt dolog van egy felhasználónál, akkor ez szerencsétlen mindenképp. Igen, tehát gyakorlatilag summa summarum. Járunk mindig nyitott szemmel és vigyázzunk magunkra. Kornél, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.